Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a legújabb Enigmában, és megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm szakértőnket, dr. Kisbenedek Józsefet a stúdióban, aki nyugalmazott állományú ezredesként, nemzetbiztonsági szakértőként és címzetes egyetemi tanárként is a rendelkezésünkre állítja a szaktudását. Jó estét kívánok! Jelenlegi adásunkban az örmény ellenzék akciójáról és az örmény választásokról fogunk beszélni, ugyanis néhány nappal ezelőtt Jerevánban megválasztotta az új örmény miniszterelnököt a parlament. A március vége óta tartó tömegtüntetések Nikol Pasinyán ellenzéki vezér megválasztásával tehát elérték céljukat. A tiltakozások azután kezdődtek, hogy a posztszovjet köztársaságot 10 évig államfőként irányító Szerzs Szargaszján miniszterelnökként kívánt hatalomban maradni, és át akarta alakítani az alkotmányt elnöki rendszerből miniszterelnöki rendszerré, tehát meg akarta tartani továbbra is a hatalmát. A politikus végül lemondott a tisztségéről a tömegtüntetések eredményeképpen. A tömegtüntetések tehát elérték céljukat, nem csak lemondott az előző elnök, illetve miniszterelnök, hanem az ellenzéki vezért sikerült megválasztani miniszterelnöknek, amely amellett, hogy csökkenti a belpolitikai feszültségeket és ezt a kiskaukázusi köztársaságot stabilizálja belpolitikailag, nagyon sok külpolitikai kérdést is fölvet. Ugye a kis Örményország nem volt mindig olyan kicsi, valaha hatalmas birodalom volt a Kaukázostól a földközi tenger partjáig, majd a történelem viharai megtépázták, és különösen Szíria és Törökország volt az, amelyik megnyírbálta ezt a birodalmat, míg végül egy kicsi 3 milliós állam lett belőle. Örményországnak innentől fogva folyamatosan taktikáznia kellett a nagy birodalmak között, korábban Nagy-Britannia, illetve Törökország, a 20. század nagy részében pedig a szovjet birodalom között, majd a Szovjetunió felbomlásával a független államok közösségének tagjaként, mint egy posztszovjet köztársaságként igyekezett megtalálni a helyét a nagyhatalmi vákumban. Miközben a NATO számára is nagyon kívánatos és fontos lehetséges szövetséges, miközben óriási és nagyon nagyhatalmú amerikai örmény lobby igyekszik minél jobbá tenni az otthon maradottak sorsát. Az ország hagyományosan orosz orientációjú. Nagyon fontos kérdés volt az, hogy Pasinyán rögtön a megválasztása után hitet tett amellett, hogy továbbra is megmarad az orosz barát politika mellett, és megmarad a moszkvai orientáció az országban. Természetesen a saját megválasztóinak is fontos üzenetet tartogatott, mondván, hogy felszámolja a korrupciót. Az a kérdés, hogy igaza van-e Putyin elnöknek abban, hogy ez az egész ellenzéki kormányoldali feszültség, illetve a tüntetéssorozat ennek következtében a kormány lemondása, az új miniszterelnök megválasztása, ez valóban csak belpolitikai kérdés, vagy vannak-e ennek külpolitikai vonatkozásai, akár a térség stabilitását illetően, akár globális geopolitikai vonatkozása van-e ennek a kérdésnek? Természetesen vannak. Hát az egész területe Örményországnak durván akkora, mint a Dunántúl. Ahogy elhangzott, a lakosainak száma 3 millió, de az a több mint 3 millió, amely külföldön él, elsősorban az Egyesült Államokban található. Sokan élnek Franciaországban, Németországban is található örmény kisebbség, és hát természetesen Izraelben is, hiszen az óvárosnak egy negyede, azaz örmény negyed. Jeruzsálem óvárosáról. Így van. Már is kitűnik az egészből az, hogy a vallásnak óriási nagy szerepe van. Tulajdonképpen egy keresztény ország, a legősibb keresztény vallás közé tartozik az Örményország, az örmény vallás, az örmény katolicizmus, és nem szabad elfelejteni azt, hogy a lakosság 97%-a ennek a vallásnak a híve. Hát a többi, az a 3% az muzulmán, ami nagyon kevés, és még egyéb kisebb vallás található az országban. Ami a geopolitikai helyzetét illeti az országnak, rendkívül fontos, hiszen kelet és nyugat között helyezkedik el. Hát a fontossága az
Azerbajdzsán, mint szomszéd, Grúzia, mint másik szomszéd, abból a szempontból is lényeges, hogy átjáró kelet és nyugat között, de átjáró észak és dél között, tulajdonképpen mint fák tagállam, Oroszország és a közel-kelet felé egy összeköttetés biztosít, még akkor is, hogyha az országnak a jelentős része 1000 méteres magasság fölött van. Tehát tulajdonképpen egy hegyi országról beszélhetünk, tiszta jó levegővel természetesen, ami ehhez tartozik, de ettől függetlenül a geopolitikai fekvése az rendkívül meghatározó. Nagyon fontos kérdés az, ha a politikai dolgokat vizsgáljuk, az a utalás, ami már Törökországgal kapcsolatban elhangzott, az a 1,5 millió örmény népirtása, amit a törökök így nem mondanak, és nem szeretik, ha ezt a kifejezést használnak, hogy örmény. Nem is szabad beszélni róla. Törökországban nem is szabad róla beszélni. Na most azt tudni kell, hogy a nyugati határszakaszon, ahol ugye Törökországgal határos az ország, hát átkelőhely nincsen, legalábbis működő átkelőhely nincs. A két ország között diplomáciai kapcsolat nincs, ami már is geopolitikai szempontból is jelent valamit. És ha elmegyünk az ország keleti oldalára, Azerbajdzsán felé, ugye azerok azok főként muzulmánok, hát ott sincs diplomáciai kapcsolat. Tudjuk azt, hogy Azerbajdzsánban van egy terület, a Nagorno-Karabakh, vagy hegyi Karabakh terület, ahol körülbelül 1500 örmény él, akik élvezik Örményország támogatását, és hát természetes dolog, hogy itt, mivel voltak már katonai összetűzések, mindkét ország hadserege arra van kiélezve, hogy egymást esetleges összetűzés esetén meg tudják védeni. Tudjuk azt, hogy ott volt két ország között háború, oroszok itt beavatkoztak. Ha a geopolitikai helyzetet nézzük, akkor nem szabad elfelejteni azt, hogy a fák tagállama. Ebből adódóan van egy úgynevezett meg nem támadási megállapodás. Hasonlóképpen, mint a NATO-nál van az 5. cikke, tehát ha egy országot támadás éri, akkor a másik megvédi. Hát ugyanez vonatkozik többi országhoz hasonlóan, Örményországra is, és ebből adódóan az oroszoknak a védelmét élvezi. Az örmény légvédelmet azt egyértelműen az oroszok biztosítják. Tehát szoros kapcsolat van Oroszország és Örményország között. Ebből adódóan teljesen érthető az, hogy az oroszok rendkívüli nagy aggodalommal figyelték azt, hogy mi várható Örményországban, hogyan alakul ez a tényleg belpolitikainak nevezhető konfliktus. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy belpolitikai, de külföldön is aggódtak annak kapcsán, hogy mi várható. Nevezetesen, ha azt mondom, hogy tagja a NATO békepartnerségi programnak, és ez ugye hát főleg anyagilag az Egyesült Államokhoz kötődik. Egyesült Államoknak nagyon fontos az, hogy amennyire lehet rajta tartsa a kezét ezeken az országokon, és hát különböző ígéretek hangzottak el a NATO tagságot illetően, és tudjuk azt, hogy a békepartnerség gyakorlatilag a NATO előszobája. Nyilván ezeket az országokat nem fogják belátható időn belül felvenni a NATO-ba, mert ezt Oroszország nem fogadná valami nagy lelkesedéssel. De biztos, ami biztos, körülbelül van 3200 orosz katona tartózkodik Örményország területén, van egy jó nagy bázis, közel az azeri határhoz, tehát hogyha valami probléma adódik a két ország között, akkor az oroszok ott elég gyorsan be tudnak avatkozni. Most azért tudni kell az, hogy az orosz katonai jelenlét az gyakorlatilag egy összfegyvernemi, összhadarőnemi jelenlétet biztosít. Vannak légierőtől különböző rendeltetésű vadászgépek, vannak szárazföldi gyakorlatok, különleges erők, tüzérség, páncélos erők, tehát ha szükséges, figyelembe véve az ország nagyságát és méreteit, be tudnak avatkozni. Egyébként a örmény hadseregnek a létszáma 44 ezer fő. Ha megnézzük a szomszéd, na most a 3 millióra. Ha nézzük azt, hogy Magyarországnak a lakossága ugye közel 10 millió, hadsereg létszáma 25, itt meg 3 millió és 44 ezer. Körülbelül az arányokat azért ezzel a kedves nézők tudják érzékelni. Hogyha megnézzük a szomszédos ország, Azerbajdzsán, Azerbajdzsánban a haderő létszáma 66 ezer fő, tehát ott azért egy nagyobb hadsereg áll rendelkezésre, nem beszélve arról, hogy gazdaságilag azért sokkal stabilabb helyzetben van. Hát Örményország a
térségben, azt mondható, a szegény kategóriába tartozik, van 3600 eurós GDP-vel, ami azt jelenti, hogy hát a környező országoknál, mivel nyersanyag szegény, azért lényegesen alacsonyabb az életszínvonal. Ugyanakkor azt is látni kell az, hogy Oroszország ezzel a területen is odafigyel, tehát gazdasági együttműködés is van a két ország között, és hát azt lehet mondani, hogy az örmények azért szorgalmasak, komoly történelmi háttérrel rendelkeznek, mint ahogy utalás is volt rá. És még egy nagyon fontos kérdés, ami a biztonságot illeti. Tudjuk azt, hogy 91-ben, mikor a FAK tagállamok létrejöttek, és megszűnt a Szovjetunió, akkor a külső határon, tehát a FAK országoknál a védelmet, a határőrséget az orosz határőrség biztosította. Na most Örményország esetében is úgy van, hogy a grúz-örmény határon még ott vannak most is az orosz határőrök, és ugyanaz van délen, az örmény-iráni határon. Tehát a többi határszakaszt azt a örmények védik, de hát nincs forgalom Törökország felé, és nincs forgalom Azerbajdzsán felé is. Ugyanakkor, hogyha megnézzük a örmény hadsereg diszlokációját, alapvetően az azerbajdzsáni irányban van. Nyilván Törökországgal nem lehet összemérni egy 80 milliós országot, egy 3 milliós országgal, tehát egy nagyon nagy konfrontáció nem lehet, ha van, akkor viszont abból nagyon nagy baj származhat Örményország számára. Ugyanakkor, ha a geopolitikáról beszélünk, akkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a nyugati országoknak ott van Afganisztán, ott van Irak, utánpótlás, katonai utánpótlás, katonai mozgás, tehát ezek az országok, Grúzia, Örményország, Azerbajdzsán fontosak, és ezekre odafigyelnek ebből a szempontból is, hogy szükség esetén átvonulást biztosítanak az oda menő különböző katonai erők részére, beleértve természetesen főként a légierő, tehát bázisként használják az országot, amit nyilvánvalóan kellő pénzösszeget fizetnek az adott országoknak. Tehát látjuk azt, hogy belpolitikai válság, és ezt szeretném hangsúlyozni, de azért magának az országnak megvan az a geopolitikai jelentősége, amit az egész helyzet értékelése során nem szabad figyelmen kívül hagyni. A Törményország azért nincs könnyű helyzetben, hiszen akárcsak Izraelt, ahogy említettük a múlt héten az előző adásunkban, Örményországot is, ha nem is arab, de iszlám vallású országok, szomszédok veszik körül. Ez eleve ad egy állandó vallási konfliktust. Aztán ott van a hegyi Karabakh kérdése, amit szintén említett az előbb. Ugye Pasinyán nyilván szavazatokat szerzett ezzel, de valószínűleg ezt valamilyen szinten komolyan is gondolta, hogy elutazik hegyi Karabakhba, illetve lobbizni fog az autonómia valamilyen szintű megnyilvánulásáért, hiszen az a térség az valaha Örményországhoz tartozott, tehát ez mondhatjuk azt talán némi történelmi párhuzammal, hogy az örmény Erdély, vagy az, ami a magyarok számára Erdély, vagy Székelyföld, az az örmények számára ugye a hegyi Karabakh. Másrészt ugye GDP-t illetően ugye nehéz itt az összehasonlításba belemenni, mert ugye a makrogazdasági mutatóknak az egyik, bár nyilván nem elhanyagolható szempontja a GDP, az azeri GDP-nek szinte kizárólagosan az olaj, az országban bányozható olaj az alapja, és a örmény GDP-ben meg nyilván nincs beleszámolva az a hatalmas támogatás, ami külföldről érkezik Örményország számára, az örmény diaszpórából, hiszen ahogy ön is elmondta, az örmény népesség túlnyomó többsége határokon kívül él a történelmi hányattatásaiból fakadóan. Másrészt pedig ugye a diplomáciai viszonyok ugye az azeriekkel, hát ennek sajnos vannak sajnálatos magyar vonatkozásai is, ugyanis Magyarország nagyon-nagyon szerencsétlen módon avatkozott ebbe az örmény-azeri konfliktusba pár évvel ezelőtt, amikor történt ez a borzasztó gyilkosság, ugye, ami azeri baltás gyilkosság néven híresült el egy NATO hadgyakorlat során, amikor is egy azeri ezredes álmában meggyilkolt egy örmény katonatiszt társát.
majd több év magyarországi fogság után Magyarország visszaadta, kiadta őt Azerbajdzsánnak, ahol hát ez köztudott, hogy azonnal nemzeti ősként ünnepelték, úgyhogy Magyarország itt, Magyarország, a magyar diplomáciának itt gyakorlatilag egyetlen pillanat alatt sikerült a több száz éves rendkívül jó és fejlett magyar-örmény kapcsolatokat lenulláznia és tönkretennie. Ez pontosan így van. Ezt nem mondtam, hogy egyébként Magyarországon is élnek örmények, nem is kevesen, nem. És nem csak Budapesten, hanem vidéken is. Tehát azért itt is van egy örmény kisebbség. Rendkívül elkötelezettek Magyarország iránt. Sajnos ez a szerencsétlen dolog, ami történt, ez a Baltát gyilkosnak a kiszolgáltatása, ez diplomáciai és egyébként politikai hiba volt. Ennek a körülményeit nem mérték fel, ami azt jelenti, hogy tényleg sikerült lenullázni a örmény-magyar kapcsolatokat, a diplomáciai képviseletet megszüntették, és gyakorlatilag úgy tudom, hogy azóta sincs semmiféle gazdasági együttműködés, illetve politikai együttműködés a két ország között, mert erre szokták azt mondani, hogy az örmény az nem felejt olyan nagyon gyorsan, mint hogy a törököknek sem felejtették el annak idején, amik történtek, azok is tényleg szomorú dolgok. Hát 1915-ben mintegy másfél millió örményt írtottak ki, ezt hívják az örmény holokausznak egyébként, amit a mai napig nem ismer el Törökország, nem csak hivatalosan, hanem egyáltalán beszédtéma vagy kommunikáció szintjén sem. Valami olyasmi módon tabuizálják ezt a témát, mint Kínában ugye a tibeti kérdést, beszélni sem lehet róla, fölvetni sem szabad, holott akkor az akkori örménységnek közel a felét sikerült gyakorlatilag kiírtaniuk egy genocidium, egy népírtás során. Hát igen, és ezt hát nyilván történések folyamatosan vizsgálják, de nem lehet nem megtörténté nyilvánítani, most teljesen mindegy, hogy Törökországban ezzel kapcsolatban mi az álláspont, és hát török-örmény diplomáciai kapcsolatok nem léteznek, tehát azóta sincs közöttük diplomáciai kapcsolat, és nem hiszem, hogy a jövőben is lenne. Gyakorlatilag azt viszont lehet látni, hogy azért a térségben Törökország meglehetősen érdekelt, elsősorban azért, mert szeretné azt a olajexportot, illetve gázexportot, ami a térségből megy, a Kaukázusból, Törökország, mint átjátszó állomás lépne föl, és szeretné ezt a továbbadás során kihasználni, nyilván a geopolitikai helyzetéből adódóan, meg az, hogy azért a törököknek a gazdaságuk elég jól működik, tehát ki tudják ezt építeni, és próbálják megragadni, de mondjuk az Örményországot annyira nem érinti, inkább a többi, tehát Grúziát, illetve főleg Azerbajdzsánt érinti, tehát a törökök elsősorban erre figyelnek, hát ezzel az országgal, Örményországgal gyakorlatilag úgy vannak, mintha nem is létezne, függetlenül attól, hogy szomszédországról van szó, ott végül is törököknél ez, török méretekhez képest Örményország, ha szabad ilyet mondani, elhanyagolható. Hát azért ők mindent meg is tettek azért, hogy ez így legyen. Ez sajnos így van, és mindkét félben olyan tüskék vannak, olyan sértődések vannak, amit látszik, hogy 1915 óta nem sikerült rendezni, és hát pillanatnyilag sem mutat a politikai kapcsolatok rendszere olyasmit, hogy ez valamikor is rendeződne. Ugyanez vonatkozik az Azerbajdzsán területére is. Tehát azért függetlenül attól, hogy belpolitikai indítatású volt ez a probléma, és elsősorban a köztársasági elnök, a volt köztársasági elnöknek az autokrata magatartásán múlott ez az egész helyzet, mert ő neki nem volt elég az a 10 év, pedig 10 év alatt azért már elfáradhatott, ő próbálta átmenteni a hatalmát azzal, hogy ő úgy döntött, hogy parlamenti szavazással, hogy a hatalmat átveszi a kormány, és akkor ő a jövőben, mint kormányfő működik, és ettől kezdve nulláról indul, lehet még két ciklusba kormányfő, tehát az azért sokat jelentett volna. Na ez az, ami a lakosságba gyakorlatilag kiváltotta azt az indulatot, hogy gyerünk az utcára, tömegtüntetés, és ne felejtsük el azt, hogy tulajdonképpen az ellenzék helyzete azért meglehetősen stabil az országon belül, tehát olyan 10-15 képviselővel van kevesebb embere a parlamentben, mint a kormánypártnak. Így aztán nyilván a kormánypárt is úgy volt, hogy kicsit megrettentek attól, mikor elkezdődtek a nagy tüntetések, hát azért igen sokan kimentek az utcára, és azon kívül, hogy tüntettek, lezárták pályaudvarokat, utakat blokkoltak, és nem csak a fővárosban, Jerevánban, hanem vidéken,
Ügyken is nagyon sok helyen tüntetések voltak, amire végül is kénytelen volt a kormánypárt azt mondani, hogy hát csináljunk még egy szavazást, és majd meglátjuk, hogy hogyan fognak szavazni. Az elsőnél ugye nem sikerült, nem szavaztak át a másik oldalra, de a másodikban ez a probléma megoldódott, és gyakorlatilag Pasilyán került hatalomra, aki az ellenzéknek a vezetője volt, és a tüntetések élére állt. Hogy aztán ő hogyan fog majd muzsikálni a jövőben, azt meglátjuk, de mindesetre egy liberális vonal került hatalomra Pasilyánnal, és majd meglátjuk azt, hogy milyen gazdasági intézkedéseket tud hozni, ami mondjuk a lakosság szempontjából nem elhanyagolható. Ami még a lakosság szempontjából irritáló volt, a magas szintű korrupció. Tehát a Sargsyannak a politikája az igencsak szorosan kapcsolódott, ami nem idegen a térségtől a korrupcióhoz, amit hát a lakosság nem viselt el, ezért a tüntetést próbálták minél nagyobb számban meglátogatni, és kik? A fiatalok. Tehát itt elsősorban a fiatalok nem nevezzük forradalomnak, de a fiatalok aktív politikai fellépéséről volt szó, ami oda vezetett, hogy végül is azt mondta a hatalom, hogy lemondunk, és hogyha a szavazás végeredménye az lesz, hogy az ellenzék megszerzi a hatalmat, illetve az ellenzéki pártok összefognak, tehát a liberálisok mellé a többiek is fölzárkóznak, már pedig fölzárkóztak, attól kezdve nem vitás a kérdés, tehát ez a belpolitikai feszültség elég gyorsan megoldódott, és ami nagyon lényeges kérdés, és amit itt tartottak többen az elején, az, hogy békés úton, teljes mértékben békés úton, tehát nem egy egyébként példaként lévő Ukrajna helyzete forgott fönn, nem volt olyan, hogy az orosz hadseregnek be kellett volna avatkozni, pedig készen álltak. A vezetők rendszeresen tárgyaltak az oroszokkal, tehát mentek Moszkvába, megbeszélték a helyzetet, ellenzék részéről is, tehát lehetett látni azt, hogy tulajdonképpen az, hogy most itt véres összetűzések legyenek, és elfajuljon a tüntetés, az senkinek nem volt érdeke, ezt normálisan megoldották. Ugyanez vonatkozik az azeri oldalon is, ahol ugyan nem volt semmiféle, meg nincs is szükség választásra, de ők is aggódtak, hogy a szomszédos országban mi várható, úgyhogy ők is felvették a kapcsolatot Moszkvával, és ott is azért figyeltek arra, hogy vajon mi történik körülmény országban. Hál' Istennek szerencsére el tudjuk mondani, hogy ez a belső feszültség elég normális módon megoldódott. Hogy most milyen lesz a politika, azt majd meglátjuk egy fél év múlva, egy év múlva, vagy esetleg mondjuk hosszabb időn keresztül. Hát igen, szóval ez egy gyors és viszonylag fájdalommentes váltás volt az örmény belpolitikában, ez a kormányváltás, de azért lássuk meg, hogy teljes mértékben, vagy lássuk be, hogy teljes mértékben indokolt volt, és körülbelül itt kitapogatható az örmény társadalomnak a tüdésküszöbe, ugyanis az örmény választójogi rendszert is, mint ahogy csak más országban átalakították. 2015-ben ugye nagyon sok nemzetközi megfigyelő szerint a 2015-ös választásokon súlyos választási csalások történtek. Az ezt követő választójogi reform folyamán a parlamenti képviselők számát 105-re lecsökkentették, megnehezítve ezzel az ellenzéki pártok bejutását a parlamentbe. A választókerületek határait pedig úgy módosították, úgy rajzolták át, hogy a kormánypárti képviselők bejutásának kedvezzen. Valamint a határon túli örmények is választójogot kaptak, és ők is a kormánypártokat erősítették a voksaikkal. Úgyhogy ez a putyini típusú választójogi reform idézőjelben, ez 10 évig hatalommal tartott a Sargsyan, tehát itt volt a határa az emberek tűrőképességének, és valószínűleg nem is a választójogi reformok vagy átalakítások miatt, hanem a mindent ellepő korrupció, a gátlástalan lopás és rablás miatt, amit már nem voltak hajlandók tovább ugye, tolerálni. Kérdés az, hogy az új miniszterelnök Pasinyán mennyire tudja valóban érdemben fölvenni a harcot a korrupcióval. Az első pillanattól kezdve látszik, hogy a külpolitikai irányvonalat az folytatni akarja, ez a reálpolitika.
a moszkvai irány, az orosz orientáció, ezt nem is nagyon, ugye itt nagyon kicsi a mozgástér, feltetőleg ezt nem is nagyon tehetné más, hogy egyetlen egy politikus sem. Kérdés az, hogy az Egyesült Államok, illetve az amerikai örmény lobbinak mennyire sikerül kihasználnia ezt a hatalomváltást, mennyire tudnak esetleg profitálni ebből a kormányváltásból, mennyire tudják a befolyásukat kiterjeszteni. Ugye azt már említette ön, hogy egy NATO-nak a megfigyelő tagjai, ugye ez egy olyan status quo, amiben nagyjából az oroszok is benne mennek, ennél többen nyilván nem, tehát csatlakozott tagok nem lehetnek, vagy ugye rendes tagságot nem engednének, gondolom, Örményországnak. Viszont az örményeknek meg nagyon fontos azért a nyugati orientáció is, az európai meg az amerikai kapcsolatrendszer építése, gondolom. Hát ha azt nézzük, hogy Örményország kb. 40 nemzetközi szervezetnek tagja. Tehát ők úgy politizálnak, hogy ahol csak lehet, mi ott legyünk jelen, így aztán a világkereskedelmi szervezettől kezdve az IMF-en keresztül, ugye a NATO bőkepartnerség, olyan megállapodások, amik a fákon belül születtek, ők mindenben benne vannak, és tulajdonképpen ezzel próbálják kompenzálni azt, hogy kis országról van szó, viszont szélesebb körű nemzetközi kapcsolatokkal, szélesebb körű támogatottsággal. Aztán mondtam, hogy az EBSZ is jelen van ebben az országban, tehát itt megfigyelőként azért ők is tevékenykednek, itt elsősorban az azeri problémák miatt, amit nyugodtan nevezhetünk alvó konfliktusnak, tehát az felélethet, lehet belőle, ha nem kezelik megfelelően, és úgy, ahogy ön is mondta, nagyon lényeges kérdés az, hogy az új vezető hogyan fog tevékenykedni, hogyan fogja azt a hibát kijavítani, ami volt mondjuk például a választási rendszernek a megváltoztatása, meg fogják-e változtatni, vagy marad ugyanaz, ami eddig volt, vagy a korrupcióval kapcsolatban milyen intézkedéseket tesznek. Ő mindenképpen megígérte, tehát én ebbe úgy gondolom, hogy ne foglaljunk most még állást, hogy mi lesz, majd meglátjuk egy 2-3 év múlva, mert nyilvánvaló, hogy most neki azt a politikát kell követnie, amit meghirdetett. Nem is kampány, mert tulajdonképpen a tüntetések során, igen. És hogy ez most hogyan alakul, ez ki fog derülni. Viszont azt mindenképpen látni kell, hogy az oroszok odafigyelnek, gazdaságilag is odafigyelnek, tehát semmiképpen nem akarnak egyetlen egy országot sem elveszíteni, amelyik a fák tagállamok közé tartoznak. És a nyugatnak meg az említett okok miatt, tehát itt az átjáróház kelet-nyugat között fontos az, és az, hogy a nyugat benne legyen, amennyire lehet azokba a változásokba, amelyek a fák tagállamokon belül zajlanak, ugye nem csak Örményországban, hanem a többén is, és ezt lehetőleg, mit tudom, az amerikai érdekeknek a támogatására tudják felhasználni. Tehát azért függetlenül, hogy kis ország, kevés lakossal, attól még odafigyelnek rá. Hát, hogy mennyire szorgalmas és tehetséges és befolyásos kereskedő nemzetről van szó. Az jól mutatja egyébként a magyar-örmény tradicionális történelmi kapcsolatok alakulása is. Ugye nagyobb tömegben nálunk, főleg Erdély területén a 17. században telepedett le örménység menekültként, ugye már akkor elég nagy üldöztetésekkel kellett szembenézniük, és az erdélyi fejedelmek, a vallási és etnikai toleranciájukról híres erdélyi fejedelmek letelepedést adtak nekik, amit nagyon jól ki is használtak, hiszen többen is nagyon gazdag kereskedő családot alapítottak, és a magyar történelemben is egyébként nagy szerepük van, többek között például Kisernő altában, aki a legmagasabb rangú katonatiszt volt a 13 aradi kivégzett vértanú tábornok közül, ő is örmény származású, ő is örmény kereskedő családnak a leszármazottja, erdélyi örmény kereskedő családnak a leszármazottja, úgyhogy valóban így van, hogy évszázados ez az együttélés, nagyon termékeny, és a magyar örmény történelmi kapcsolatok nagyon mélyen beágyazottak, és ezt nem lenne szabad kockára tenni ilyen pillanatnyi érdekeknek. Erre mondják az, hogy kisország nagy nemzetközi kapcsolatokkal, kisország nagy súllyal, és hát tulajdonképpen rendkívül szorgalmas népről van szó, azt azért nem szabad elfelejteni, meg a vallás nem szabad elfelejteni, mert végül is ugyanaz a vallás uralkodik ott is, még a ortodox változatban is, mint mondjuk
mondjuk az európai kereszténység esetében, és azt kell mondani, hogy a lakosság jelentős része mélyen vallásos. Ezt semmiképpen nem szabad elfelejteni, amikor Örményországot akarjuk értékelni. És hát nyilván ez megmutatkozik a külpolitikában is, tehát azon országok felé orientálódnak, amelyek hasonló vallási berendezkedéssel bírnak, ezért él olyan sok ember, mondjuk például Franciaországban az örmények közül, lévő Franciaország is elsősorban a katolikusizmusnak a híve, így van. És hasonlóképpen néz ez ki Magyarország esetében is, Romániának nem a román, hanem az erdélyi részén, ez is egy történelmi sajátosság, amit nyilván a vallás is maga sajátos módján kihasznált. Hát annyira így van ez, hogy Örményország volt az első a történelem során, amelyik állami szinten felvette a kereszténység, azt hiszem a harmadik vagy a negyedik században már keresztény államnak számított, ami óriási dolog, tehát legősibb keresztény ország, amelyik állami szinten kinyilvánította a kereszténységét, és ezt azóta is tartják. Egyébként az örmény katolikus rituálé némiképp valóban más, mint az európai, az úgynevezett római katolikus rituálétól is egy kicsit eltér. Ortodoxiához jobban hasonlít. Inkább közel van az ortodoxiához. És ami lényeges náluk, rendkívül zárt közösségekről beszélünk. Tehát ebben benne van az üldöztetés, ebben benne van az, hogy nagyon sok ellenségük volt. Tehát egy olyan nép, amelynek ki kell törni abból az zártságból, amiben belekerült, gyakran úgy, hogy teljesen ártatlanul. És ebből adódóan ideológiailag és felfogásban is más elveket követtek, mint mondjuk egy közelben lévő muzulmán ország, bármelyiket is mondhatnám, ahol viszont hát lényegesen más jellegű vallás van, sokkal nyitottabb, sokkal nagyobb a támogatottsága. Most abba képzeljünk el egy kis közösséget, akinek hát alkalmazkodni kell ahhoz, ami a környezetben van. Egy zárvány. Hogy viszonyulnak az örmények, az örmény külpolitika, Örményországot hogyan befolyásolja a szír helyzet, Szíria nincs stabilitása, ugye a kurd szakadármozgalom, amelynek kis hián sikerült ugye kikiáltania végre a rég áhított ugye államot, élnek-e még Szíriában örmények, próbálják-e befolyásolni az ottani eseményeket, hova tartoznak ők, kormányerőket támogatják esetleg Assadot, mint ugye a szír kereszténység esetén, ugye ez látható, a szír keresztények ugye szinte egyöntetűleg ugye az Assad rezsimet támogatták és az állami hadsereget, vagy nem foglalnak állást, vagy hogy befolyásolja egyébként ez az Örményország stabilitását? Hát örmény keresztények laknak természetesen Szíriában, és lévén a távolság sem borzalmas nagy, történelmi hagyományokból adódóan is, hogy kerültek oda örmények. Ők ott élik a kis zárványos életüket egyrészt, másrészt pedig hát talán hasonló a kurdokhoz. Viszont azt nem szabad elfelejteni, hogy míg a kurdoknak nincs meg az önállóságuk, ami Örményországnak megvan, mert Örményország egy független állam, akárhogy is nézzük, fővárossal, saját állammal, saját hadsereggel, saját határőrséggel, hát Kurdisztán ugye mint állam nem létezik, legfeljebb kurd autonóm területekről beszélünk, ráadásul az is részekre van szakítva, tehát úgy érdeklődéssel figyelik, de talán a kurdoknak lenne minta az, hogy mi újság van Örményország. És a kurdok területén is bőségesen vannak, most nem csak örmény keresztények, hanem egyéb keresztények is, és hát azok egymást amennyire lehet támogatják, tehát semmiképpen nem ellentétei egymásnak, de hát elég kis közösségű van itt szó, mert sokat elüldöztek, különösen azóta 2011 óta, mióta elkezdődött Szíriában, az, ami elkezdődött, amit ugye polgárháborúnak nevezünk. Az örmény politika semmilyen módon nem próbálta kihasználni ezt az interregnumot, vagy ezeket a hatalmi vákumokat, amik a háború következtében kialakultak? Nem próbáltak meg az autonómiát biztosítani a szíriai örménység számára, vagy területeket szerezni, vagy nem hallottam ezzel kapcsolatban különösebb mozgolódást, már csak azért sem, mert
Hát ott egyrészt annyira kisebbségben vannak, hogy nem nagyon tudnak érvényesülni, másrészt inkább elmenekültek, mint azok, azok gyülekeztek volna, és autonómiát követeltek volna, amikor még a ott lévő kurdoknak is problémáik vannak, az ott lévő egyéb keresztényeknek is olyan gondjaik vannak, a jazidiknak és a többieknek, akik nemhogy nem tömörülnek ott, hanem elhagyják az országot tömegével. Tehát ez a nagy probléma Szíriában is, meg Irakban is ugyanez volt. Hát ők itt nem tudnak sokat csinálni. Tehát nekik mondjuk a stabilabb helyzet az, hogyha Szíriából elmennek Örményországba, mert ott azért sokkal nyugodtabb a életfeltétel számukra. Tehát hogyha ő nekik el kellett menekülni, mi volt az első irány? Nyilván Örményország. Uh-huh. És hát nem fordítva, és nem ott alakítani. Egyelőre még, mivel az egész szír kérdés rendkívül képlékeny, és nem lehet tudni azt, hogy hol mi várható. Sajnos még a kurdok esetében sem mondható el, hogy jobb lenne a helyzet, mint ami volt, hogy emlékszünk a választásokra. Ők nem így képzelték el a dolgot, ahogy alakult. Ők úgy képzelték el, hogy lesz egy önálló Kurdisztán. Még Irakban legalábbis. Igen. Lesz egy önálló Kurdisztán Erbil környékén fővárossal, de hát sajnos ez sem jött be, úgyhogy nyilván a többi kisebbség, keresztény kisebbség azért kénytelen volt alkalmazkodni ahhoz a helyzethez, amiért kialakult. És inkább menekültek, mondom, mint sem oda mentek volna. Várható-e valami külpolitikai orientációs váltás, akár valamilyen finom oldalazási technikával az örmény külpolitikát, illetően a közeljövőben? Tehát például, hogy az Európai Unióhoz, vagy a NATO-hoz, vagy az Amerikai Egyesült Államokhoz finoman, óvatos kis lépésekben megpróbálnának közeledni? Hát azon meglátjuk Pasolyának a politikáját, hogy fog alakulni. Az előrejelzések szerint ő nem tud mit csinálni. Olyan helyzetben van ott, ahol jelenleg található az ország, hogy csak Oroszország felé tud közeledni. Hát ott van mellette Törökország, nem barát. Uh-huh. Ott van mellette egy muzulmán ország, Azerbajdzsán, semmiféle kapcsolat nincs közöttük. Aztán ott van Grúzia, fölötte meg Oroszország, tehát tulajdonképpen Grúziához tud közeledni, mert hogyha lemegyünk délre, egy teljesen más vallású országról van szó, ugye Iránról, oda megint nem tud közeledni. Nem mondtam azt, hogy az irániakkal rossz a kapcsolat, nem rossz a kapcsolat, de olyan langyos, úgy különösebben Irán nem nagyon érdekli az, hogy Örményországban mi történik, úgy megvannak a saját dolgaikkal, és hát nem beszélve arról, hogy ez egy más valláshoz tartozó népség, tehát úgy Irán különösebben nem érdeklődik. Úgyhogy akárhogy is osztok, szorzok ebben a témában, Örményországnak egy a jövője, az, hogy Oroszországgal fenntartja azt a kapcsolatot, ami az előző kormányzat idején volt. Tehát magyarul a külpolitika nem változik, mint ahogy ezt a Pasián is mondta, amikor megválasztották, és úgy látszik, hogy Oroszország teljesen egyértelmű, Oroszország részről is az a törekvés, hogy magukhoz kapcsolják Örményországot a jövőben. Az más kérdés, hogy a nyitottságból adódóan, amit mondtam, igyekeznek minden irányban valamilyen kapcsolatot létrehozni, így a NATO országok felé is, Európai Unió felé is. Nem mondom azt, hogy erre nincs lehetőség, nyilván van, de teljesen irreális lenne arról beszélni, hogy Örményország NATO tag legyen, míg a többiek sem lesznek, és gondolom egyetlen egy fák tagállam sem válik NATO országá, mert sok mindent el tud viselni Oroszország, de azt, hogy a volt Szovjetunió köztársaságai közül a Baltikum kivételével, ami hát mondjuk meg úgy, ahogy van, mindig idegen test volt a Szovjetunió területében, meg inkább kötődött a nyugati kultúrához, de hogy a többi területen, meg különösen a déli területen kialakuljon egy olyan ország, amely a NATO tagállama, hát az azért nem képzelhető el, és nyilván a NATO-nak sincs egy olyan szándéka, ami azzal járna, hogy irritálja Oroszországot, mert nyilván, hogy erre Oroszország nagyon keményen reagálna, mint ahogy láttuk az eddigi reakciókból is. Az Európai Unió esetén más a helyzet, nyilván az Európai Unió egy gazdasági szervezet, tehát a gazdasági együttműködés az mindkét fél részére előnyös, és ezt az Európai Unió nem zárja ki, és tartanak nyilván megfelelő kapcsolatot, vagy a feszültség miatt, a Hegyi-Karabak miatt ugye ott vannak a békefenntartók, ebben részéről is ott vannak megfigyelők, tehát megvan azért kapcsolat a nyugati irányban is. A hadsereget fejleszteni pedig, hát a békepartnerségben sok minden elvi kérdést átvesznek.
a nyugati országoktól. 44 ezeres hadsereg az nem olyan kicsi, sőt, nem hát olyan pici az, hogyha európai mércé, az mi nézzük, hát az egy országhoz képest. Országarányaiban mindenképpen egy felülreprezentáció. Igen, csak azt ne felejtsük el, hogy az ő haditechnikai eszközeik még a Szovjetunió idejében valók. A haditechnikai szintjük is még... T-55-ös harckocsi, MiG-21-es, MiG-23-as repülőgép. Tehát bőven nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az elavult haditechnikai eszközök közé tartozik. Bár azt is látni kell, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt kötöttek egy megállapodást az oroszokkal, arra vonatkozóak, hogy a hadseregüket fejlesztik. Uh-huh. Tehát ez is azt jelenti, hogy Oroszország odafigyel a fák térségére, és Örményországnak biztosít korszerűbb haditechnikai eszközt. Nyilván ez egy hosszabb időszakot vesz figyelembe, és hát nem egyik percről a másikra történik a hadseregnek a technikai átfegyverzése, de az már egy nagyon lényeges kérdés, hogy ezt az oroszok csinálják. Tehát Oroszország nem nagyon szeretné azt, hogy a közvetlen közelében mondjuk amerikai technikai eszközök jelenjek meg. Persze szeretné, vagy nem szeretné, meg kell nézni Ukrajnába, hogy a Javelin most kaptak az amerikaiaktól. Meg kell nézni Lengyelországot, meg kell nézni Romániát, meg kell nézni Bulgáriát. Igen, csak azok NATO országok. Tehát igen, ez egy teljesen más helyzet. Teljesen más helyzet. Csak hogy volt szövetségesi, vagy szovjet birodalom, ahhoz ki kéne válni a fák szövetségi rendszeréből, ami nyilván nem aktuális, pláne mondjuk Örményország esetében. Tehát Örményországra nem szabad elfelejteni azt, hogy pici országról van szó, akár is nézzük, ott az egész térségben, és hát, hogy nagyon udvarias legyek, azt kell, hogy mondjam, hogy hát Oroszország is prioritásokat tesz a különböző ország között, megnézi, hogy hol van, mennyire fontos számára, és hát ebből a szempontból mondjuk nem a legfontosabb a közé tartozik Örményország orosz érdekeltség szempontjából. Az amerikaiak egyébként segélyprogramot biztosítanak neki minden évben, tehát katonai segélyt kap az amerikaiaktól is. Mit jelent ez, hogy katonai segély? Technikai eszközt adnak nekik. Ezt elfogadják? Pénznek megfelelő technikai eszközt, vagy pénzt adnak nekik a saját hadseregük fejlesztésére. Nyilván ez nem ingyen van, tehát ezért emögött van egy kis politika is. Hát az amerikaiak ezt a úgynevezett segélyprogramot, a Meal to Meal, a katonainak programot azt gyakorolják. Persze ennek ára van, és azt is tudjuk, hogy Örményország, de a többi is, Grúzia is, meg Azerbajdzsán is részt vesz nemzetközi békefenntartásba. És ebbe próbálják beleilleszteni azt a segélyprogramot, hogy te részt veszel az én általam vezetett koalícióban, vagy békefenntartásban, akkor én neked vagy adok pénzt, amiből tudod fejleszteni a hadsereget, vagy adok, bocsánatot kérek a kifejezésre, levetett haditechnikai eszközt, én azt nem viszem haza Amerikába, Afganisztánban a modadom nektek, kint használtátok, és ettől kezdve ott értek. Ez előfordult más országokkal is, nem kell messzire menni, elég a Magyarország területét nézzük, tehát mi is kaptunk ilyen eszközöket. Él ezzel a lehetőséggel, az Egyesült Államok ezzel gyakorlatilag magához köti azt az országot, amiről éppen szó van, és Örményország is ebbe a kategóriába. Tehát azért cserébe, hogy az ENSZ kéksisakosként, vagy EBSZ békefenntartóként mondjuk nem ENSZ, ezt csinálja az ENSZ, meg csinálja az EBSZ. Az amerikaiak által nem. Hanem az amerikaiak által irányított békefenntartó. Így van, erről szól a történet, hogy akik részt vetnek a katonai koalícióban, amit az amerikaiak vezetnek, azoknak adnak különböző eszközöket. Ez persze lehet NATO keretében is, aki NATO ország, vagy nem NATO keretekben. Az amerikaiak mostanában arra törekszenek, hogy ne a NATO-t használják, mert ugye, hogy most hol milyen békefenntartó erőt használjanak fel, urambocsák, katonai beavatkozást folytassanak, a NATO-nál ugye kell az, hogy konszenzusra jussanak, tehát minden ország azt mondja, hogy igen, rendben van. Amerikaiak ezt a nézőpontot megváltoztatták, és azt mondják, hogy én foglalkozom a NATO-val, és nem fogok én senkivel vitatkozni. Azt mondom, hogy kérem, én ide akarok menni. Aki az én politikámat támogatja, aki velem van, azt elfogadom, és én azt támogatom és segítem.
tehát ezt úgy hívják, hogy ad hoc koalíció, amit az amerikaiak vezetnek. De hát ezek szerint akkor az oroszok ezeket, ezt kénytelenek eltűnni. Nem tud mit csinálni. Oroszok nem tudnak ebben mit csinálni. Ez két ország közötti kapcsolat, bilaterális kapcsolat. Ha azt mondja az ország, hogy én ezt elfogadom, akkor elfogadom. Nem tilthatják meg. Tehát nincs a fák szerződésben egy olyan, hogy más szövetségekhez nem tartozhat, és más országokkal nem folytatott semmiféle tárgy. Ez nincs benne. Egymás segítése benne van. Lehetőleg tőlünk vásároljanak, az is benne van, de nem kötelező érvénye. Tehát, hogyha úgy dönt a grúz vezető, vagy a azeri vezető, vagy éppen a törvény vezető, hogy ők Amerikától vásárolnak, vagy elfogadnak haditechnikai eszközt, ime legyen. És ez természetesen jó az amerikai hadseregnek is, mert hogyha már valaki megvásárolt egy haditechnikai eszközt, akkor ahhoz kell bizonyos karbantartás, kellenek hozzá tartalék alkatrészek. Hát ez a hadiparnak a sajátossága, anélkül nem működik. Na most a tartalék alkatrészt azt majd én adom. És a másik fél meg természetesen ezért fizet. Hát így lehet, vagy a kiképzésé. Fokozatos befolyást hát, szerteni. Ugyanez van, most meg kell nézni, nem kell messze, mert a fáknál tartunk, Ukrajnába. Kaptak néhány eszközt, na most nyilvánvaló, hogy ezek egyrészt korszerű eszközök, másrészt pedig köti magához azt az adott országot. Elviszi az embereket képzésre, vagy oda megy, és ott kiképzi őket. És hogyha, bocsánat, ha veszel fegyvert, akkor az kéne lőszer is, nem? Honnan veszed tőlem? Ha nem tőlem veszed, ja, akkor más a helyzet, akkor kicsit többen fog az kerülni. Vagy hogyha külön veszed meg, és nem csomagba. Hogy mi voltunk annak idején az, hogy ugye megvettük a Gripeneket. Előtte ugye tárgyalást folytattunk az amerikaiakkal, arra vonatkozóan, hogy F-16-os vettünk, és amikor azt mondták, hogy megvan a Gripen, de kéne hozzá rakéta, akkor mondtak az amerikaiak, hogy nagyon szívesen semmi probléma, de ez ennyibe kerül. És akkor mondtuk neki, hogy hát a helyzet az, hogy nem erről beszélgetünk, nem ilyen árakról beszélgetünk korábban. Ja, kérem, hát ez nem csomagban van, ez külön. Ön ezt megrendeli, akkor ennek ennyi az ára. Így működik a hadipari kereskedelem. Ez egy nagyon komoly és jövedelmező iparág. Világon mindenütt. Világos, és jobb, hogyha ezzel ugye Magyarország is tisztába kerül, hát ugye szegény ország lévén. Hát ez egy tanúság volt nekünk, ez egy nagy tanúság volt. Célszerű lett volna ezt együtt érdekes megoldani. Érdekes tapasztalatlanság azért ez, hogy ezt, mert hiszen ez a polgári kereskedelemben is így van, nem? Tehát, igen, hogyha természetesen. Veszek egy X márkájú autót, és átmegyek egy Y márkájú kereskedésbe, és ott kérek alkatrészt, azt mondja, hogy ja, hát akkor ötszörös áron adom, mert az autót nem tőlem vette. Tehát, természetesen. Természetesen, hogy nem amerikai. Autót veszel, vagy 200-at. Mindjárt más az ár. Így van. Tehát ha svédektől vásároltunk, akkor tessék ugye az utánpótlást is ugye onnan, így meg van. A lőszert is onnan. Ja, veszed. Hogy az ugye egyébként többe kerül, bocsát, ezt választottad, minden nézted meg a piacot, hogy mik vannak. Tehát itt azért nagyon alaposan el kell dönteni ezt, hogy mit vesznek, hogyan vesznek és miként vesznek. Hát nyilván most itt egy kis országról beszélünk, korlátozott lehetőségekkel. És hát természetes dolog az, hogy az oroszok, mondjuk az örményeknek a baráti báron számolnak. Tehát nem minden országnak egyforma ára. Tehát mondjuk azt mondja, hogy Azerbajdzsán, hát az egy gazdagabb ország, tud fizetni, neki ez az ár. Tehát nem egyformák az árak. Nyilván. Ezzel lehet játszani, de hát ez mindenütt így van. A polgári életben is így van, kereskedelemben is így van. Említette az izraeli örmény jelenlétet, és ez is egy régi hagyományra, régi történelmi gyökérre visszamenő jelenlét, hogy a Szentváros Jeruzsálemnek az egyik negyede, örmény negyed, és még most is örmények lakják, és az örmény katolikus rítus szerinti templomok funkcionálnak ott. Természetesen itt nem százezres nagyságrendű lakosságról van szó, de mégiscsak ott van, jelen van, és nagyon fontos, hogy a zsidó negyed mellett, és az arab negyed mellett, és az ortodox negyed mellett van egy örmény negyed is Jeruzsálemben. De most ezen túlmenően, tehát a szimbolikus, tradicionális, történelmi viszonyokon túlmenően létezik-e a két ország között valami fajta jelentékeny, diplomáciai, politikai, gazdasági, vagy uram, bocsánat, netán valami fajta katonai, vagy titkos diplomáciai kapcsolat? Tehát az örménység használja-e ezt a kis jeruzsálemi diaszpórát arra, hogy az ő kapcsolatait építgesse, hogy a két hagyományos
közel-keleti kereskedő nép megtalálja a hangot, a közös hangot egymással? Én úgy gondolom, hogy megtalálja, de azt nem szabad elfelejteni, hogy Jeruzsálemben az örmény negyed az vallási. Tehát itt kifejezett vallásról van szó, és nem bilaterális kapcsolatról Örményország és Izrael között. Uh-huh. Ez a vallási terület pedig ugye a óváros felosztva négy részre, ezek közül a legzártabb, a legmondhatom azt ortodoxabb, ez az örmény negyed. Meg kell nézni azokat a fekete ruhás bácsikat, akik ott tevékenykednek, mint hogyha egy másik századba, abszolút, évszázadba kerülne az ember, és hogyha megy egyik negyedből a másikba, mondjuk egy zsidóból átmegy egy örmény negyedbe, nem is hasonlít, nem beszélve a muzulmán negyedbe. Egy másik tehát világ. Egy teljesen másik világ, vagy mondom azt a keresztény negyed, ahol meg főként arabok vannak. Igaz, keresztény arabok. Hát persze nyilván vannak katolikusok, hát itt nyilván arról van szó, meg ortodoxok bőségesen. De hogyha megnézzük azt, hogy a negyedeken belül melyik az, amelyik teljesen zárt, sok területre be se teheti a lábát halandó. Tehát az csak nekik van. Ez olyan, mint a szerzetesekről beszélnénk, igen, akik igen, be vannak zárva. Igen, kicsit szerzetesen, kolostori jellegű. Így van. Egész, tehát ezt nem hasonlíthatom azzal, hogy most itt a két ország között milyen a kapcsolat. Az más kérdés, hogy örmény ország és Izrael állam között milyen a kapcsolat, ez a vallás nem érinti. Nyilván az megvan, hogy Izrael állam biztosítja az örmény negyednek a függetlenségét, a szabadságát, tiszteletbe tartják őket. Nem is nagyon lehetett hallani azt, hogy ott az örmény negyeden belül lettek volna különböző zavargások, problémák, mint ahogy a zsidó negyedben, hát nyilván ezt a muzulmánok csinálják, vagy akár a keresztény negyedben, de főleg a muzulmán negyedben voltak problémák, de az örmény negyedre ez nem jellemző. Tehát én azt mondom, hogy ezek egy mélyen vallásos, majdnem szerzetes életet élő emberek, akik imádkozással foglalkoznak, egyházi szertartásokkal foglalkoznak, a szent helyek maximális védelmével foglalkoznak, a szentírásoknak a tanulmányozásával törődnek, és úgy a politikai kapcsolat különösebben őket nem érdekli. Tehát ez egy eléggé nyugodtan mondhatjuk azt, hogy izolált, zárt környezet, ahol ezek az örmények mozognak Izrael területén, illetve Jeruzsálem területén, mert Izrael területén máshol nincsenek. Tehát a válaszom az, hogy nem, más a vallási kapcsolat, és megint más a állami kapcsolat. Nyilván az itteni örmény vallási képviselők, illetve az örmény egyház között, ami Örményországban van, megvan a kapcsolat, a szoros kapcsolat. De ez megint nem politika, ez megint vallási téma. Aztán gondolom időnként emberek egymással cserélődnek, tehát onnan jönnek ide, innen mennek oda. Ez előfordul, de nem politikai jellegű. Uh-huh. Örményországnak a természetes orosz szövetségen túl, ugye ennek elemeztük a történelmi és a politikai okait, ami elsősorban ugye volt szovjet tagköztársaság, majd később ugye FAK tagállamként, illetve vallási szempontból is ugye nyilván az orosz ortodoxia és az örmény katolicizmus könnyedén egymásra talál ugye a muzulmán, kaukázusi muzulmán vallású országok feje fölött, tehát van egy nagyon erős kulturális és vallási kapocs is. Az orosz kapcsolaton túl van-e számottevő diplomáciai orientációja, vagy politikai szövetségese, vagy van-e erre utaló kísérlet Örményország részéről? Vagy akár ellentétes irányból valamelyik nagyhatalom, távol-keleti, közel-keleti nagyhatalom hát, próbál-e... Természetesen vannak, és elsősorban ott, ahol beszéltünk arról, hogy az örmény kisebbség az jellemzően külföldön él. Na most, ahol külföldön élnek, azok az emberek, akik külföldön vannak, azon kívül, hogy pénzzel tudják őket segíteni, és segítik is, mert nem a szegény réteg közé tartoznak, akár az Amerikában élő örmények, akár a Franciaországban élő örmények, az azt jelenti, hogy az anyaországot támogatják, segítik, és beleszólnak a politikába, és ellentétben azzal, amit a vallásnál mondtunk, Jeruzsálem örmény negyedéhez képest, nyilván akik kereskedőként és egyéb
különböző beosztásokban, munkakörökben dolgoznak és élnek külföldön, azok az anyaországot igyekeznek támogatni, és ebből adódóan nyilván az anyaország is számol ezekkel az emberekkel, meglehetősen sok pénzt tudnak kapni, hát elsősorban azon örmények részéről, akik az Egyesült Államokban vannak, és ott is meg kell találni természetesen azt a balanszot, azt a egyensúlyt, amit mondjuk Örményország játszhat a világban, illetve az ott lévő örmények, hát megpróbálnak részt venni az ország politikai életében is, és a részt vesz a politikai életben nyilván, akik ezen a területen dolgoznak, mármint a kereskedelem területén, természetes dolog, hogy ebbe is igyekeznek aktívan részt venni, mert hogy kereskedni muszáj. Tehát következésképpen nekik az egy nagyon fontos kérdés, hogy az anyaországgal milyen a kapcsolata. Hát azt hiszem, hogy a napjainkban zajló kormányváltás és belpolitikai változások következtében egy kicsit nagyobb figyelem fog Örményországra irányulni a közeljövőben, és nagyon érdekes kérdés lesz, hogy megtalálja az egyéb nyugati politikai katonai szövetséges kapcsolatot is Örményország, vagy pedig inkább megerősíti az orosz kapcsolatokat és a hagyományos Moszkva orientációt. A jelenlegi helyzet úgy néz ki, hogy marad az orosz orientáció. Hogy aztán most ez mennyire változik meg mennyire fog még nyugati irányban is elmenni az örmény-nyugati kapcsolat, azt meglátjuk. Egyelőre ennek komolyabb jelét nem lehet látni, de ne felejtsük el, hogy néhány héttel ezelőtt történt a választás. Tehát még sok mindent ilyenkor ne várjunk. Kis Benedek Józsefnek köszönöm szépen az elemzést és a beszélgetést, a nézőinknek pedig megköszönöm figyelmüket, további szép napot, szép estét kívánok, tartsanak velünk jövő héten, és újra várjuk Önöket a képernyők előtt, a viszontlátásra!